Szép, mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobból szeretem. Bérce Szonya Petőfi Sándor jól ismert versét adta elő a 12. Vers és Prózamondó Fesztiválon. A vers kiválasztásánál elsősorban érzelmi szempontok vezérelték az alsó tagozatos diákot. Mert anyukám is régen ezzel lett első. Bérce Szonya nem csak versmondásban mutatta meg tehetségét, a Kesztyű lakói nyaralni mennek című mesét is nagy átéléssel adta elő. A tolnai versenyen ugyanis két kategóriában lehetett indulni. Az idei versenyre 25 diák nevezett, ezúttal nem csak alsó tagozatos, hanem felsős tanulók is felléptek. Nagyon fontos ünnep nekünk a Magyar Kultúra Napja, és erre szervezi a Kulturális Központ több éve már ezt a fesztivált, és nagyon örülünk, hogy mindig bizonyos létszámmal vesznek részt a tolnai iskolások. A zsűri tagjai úgy tapasztalják, hogy a versenyzők évről évre egyre több kortárs alkotótól választanak műveket. Ezt mutatja többek között az is, hogy idén Lackvi János és Varró Dániel verseit is többen előadták. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kézirat csomag részeként és jelölte meg dátummal csekén a himnusz kéziratát.